A 7 éve létrejött Abaúj Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás országos szinten is egyedülálló pályázati forrásokat nyert el a térség számára. Első körben 37 település szilárd hulladék lerakójának rekultivációja valósul meg 4 milliárd forintos támogatásból. Sátoralja új helyen 2, még Sárospatakon 1 lezárt szeméttele felszámolása fejeződik be idén nyárra. Szintén 4 milliárdos pályázatból korszerű szemétválogató mű épül, növelik a szelektív hulladékgyűjtés arányát és műszaki feltételeit, majd pedig új járműveket is beszereznek. Az önkormányzati társulás társadalmi elnöke, a térség parlamenti képviselője újabb 1 milliárdos pályázati támogatásról számolt be, hozzátéve, hogy ezzel valamennyi Európai Uniós környezetvédelmi előírásnak megfelel majd Abaúj és Zemplén térsége. Ez egy lakosra vetítve, mint egy 84 ezer forint támogatás jelent Zemplén és Abaúj térségében. Ez országosan kiemelkedő teljesítmény. Természetesen az éremnek van egy másik oldala, hogy milyen nagy hiányban, hiátusban volt ez a térség, hogy mennyi elmaradt környezetvédelmi beruházás volt. A hulladékgazdálkodás magasabb szintre léphet, mondta Sátoralja újhely alpolgármestere. Zemplén két nagyvárosában is számos a helyi igényekre alapozó környezetvédelmi fejlesztés valósul majd meg. Sátoralja újhelyen lehetőség nyílik komposztáló edények kiadására a lakosság számára, a nagy, egy köbméteres, főként társasházi kukák helyben történő kimosására, de a szelektív hulladékgyűjtés rendszerében is változások lesznek. Otthonról történik, szerveződik majd a szelektív hulladékgyűjtés. Hulladék udvar kerül kialakításra Némhagyi lerakó mellett. Így a lakosság egy kisebb felújításból származó bontási törmelékeitől ingyenesen a város területén belül meg tud szabadulni, de lehetőség lesz festékekre, egyéb mérgező veszélyes anyagoknak a térítésmentes leadására, és valóban szelektív hulladékot nagyobb mennyiségben itt is lehet majd adni. Sárospatakon a kommunális szervezet udvarán alakítják ki a lakossági hulladék udvart, az egy köbméteres kukák mosására pedig itt is lehetőség lesz, mondta Aros János. A polgármester hozzátette, a lakosságot leginkább a személydíjban történő változás érinti majd. Ennek a pályázatnak az elnyerése kapcsán egy alapdíjat kívánunk bevezetni, amely alapdíj kevesebb kell, hogy legyen, mint a jelenleg fizetendő összeg. Ezt követően pedig valamennyi edény csipes felszerelése után az alapdíjon felül mindenki annyit fog fizetni, ahányszor az adott hónapban elszállítják tőle az edényét. Ez egy jelentős megtakarítás és jelentős előrelépés lesz a patakiak esetében. Az elnyert Európai Uniós pályázatok keretében tucatnyi új gépjárművet tudnak beszerezni, növelni tudják a szelektív hulladékgyűjtés arányát, a válogatás után pedig elektromos energia előállítására alkalmas szemetet tudnak kinyerni, melyel fűtőművekben csökkenthetik a térség villamos energia felhasználását.